Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Buda környéki televízió híradóját látják. Kérem először tekintsék meg főbb híreinket röviden. A 2015-ben érvénybe lépő adórendeleti változásokról tájékoztatta a budakeszieket a polgármester, kiemelve az építményadót érintő változásokat. Az inkubátorház új épületének átadásával és az energiatakarékos közvilágításra kiírt pályázat elnyerésével büszkélkedhet Nagykovácsi. Az önkormányzati intézmények működőképességének megtartását célozza elsősorban Pilis Csaba 2015-ös költségvetése, hangsúlyozta a polgármester. A megyei matricarendszer bevezetésének perbált érintő vonatkozásairól értekezett a község polgármestere. Budaörs nem kap útdíjmentességet. Új informatikai beruházás Török Bálinton. A budaörsi kincskereső óvoda új és felújított épületének ünnepélyes átadásán jártunk. Az idén életbe lépő adórendeleti változásokról adott tájékoztatást dr. Csutoráné dr. Győri Otilia budakeszi polgármestere. A városvezető különösen az építményadót érintő változásokat részletezte, szótejtve a különféle kedvezményekről, illetve a 70 év felettieket érintő mentességről. Tisztelettel köszöntöm a budakeszi lakosokat, ezúton is szeretném Önöket tájékoztatni a 2015-ben életbe lépő adórendeleti változásokról. Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az építményadó vonatkozásában a képviselőtestület úgy döntött, hogy bevezeti a garázsra vonatkozóan is az építményadó fizetési kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy 300 forint per négyzetméter adót kell fizetni ezentúl a garázsok után. Ezzel kapcsolatosan a polgármesteri hivatal adócsoportjánál lehet érdeklődni, hogy mi minősül garázsnak, és milyen esetekben vonatkozik rá ez az adókötelezettség. Emellett szeretném mondani, hogy a nem budakeszi lakosoknak 1100 forint per négyzetméter az építményadó, a budakeszire állandó lakcímmel bejelentett lakosoknak pedig 300 forint per négyzetméter építményadó kerül kivetésre. Az, hogy ki budakeszire bejelentett állandó lakos, azt a polgármesteri hivatalból veszi figyelembe, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nem kell a lakosoknak kérelmet kitölteni. Viszont kérelmezni kell, aki még nem tette meg a gyerekkedvezményt. Ez azt jelenti, hogy gyermekenként 15 négyzetméter után állapítható meg az adókedvezmény, tehát akinek mondjuk két gyereke van, az 30 négyzetméter levonása után kell, hogy csak a maradék négyzetméter után az adót megfizesse. Amennyiben gazdasági tevékenységet folytatnak az ingatlanban, akkor 1200 forint per négyzetméter az építményadó. Kedvezmény meg emellett a 60 éves nyugdíjasoknak a 15 négyzetméter után járó adókedvezmény, ezt is kérelmezni kell a lakosoknak, ugyanúgy az adóhatósághoz kell ezt a kérelmet is benyújtani. Egy mentességünk van az építményadók vonatkozásában, ez a nyugdíjas mentesség, a 70. életévét betöltött budakeszi lakosokra vonatkozik, itt 120 négyzetméterig lehet itt igénybe venni az adómentességet, és ezt is kérelmezni kell. Emellett szeretném még a lakosságot tájékoztatni a telekadó vonatkozásában a kedvezményünkről. A telekadóra a képviselőtestület 120 forint per négyzetméter adót állapított meg, amennyiben a telekadó tulajdonos budakeszi lakos, akkor 60 forint per négyzetméter telekadót kell megfizetnie, és ez a kedvezmény, ez maximum két telek vonatkozásában érvényesíthető. Részletesebben tájékozódhatnak mindarról, amit én mondtam, budakeszi honlapján, a www.budakeszi.hu lapon, és természetesen a polgármesteri hivatalban, az adócsoportnál a kolléganők állnak szíves rendelkezésükre. A napokban adják át Nagykovácsiban a helyi vállalkozások indulását támogató, illetve mezőgazdasági tevékenységeket segítő inkubátorház új épületét. Tájékoztatott Kiszelné Mohos Katalin, a település polgármestere, aki szótejtett az energiatakarékos közvilágítás kiépítésére elnyert pályázatról is. Nagy örömünkre szolgál, hogy jövő héten Nagykovácsiban átadhatjuk az inkubátorháznak egyik új épületét. Az inkubátorház fő célja, hogy a helyi kezdő vállalkozásokat támogassa, illetve mezőgazdasági tevékenységek segítésére jött létre, ez a fő alapvető célja. Azonban mindenképpen az üres időben hasznosítani kívánjuk közcélokra is ezt a helységet, és erre lehetőségünk is nyílik.
mind gyerekeknek, mind felnőtteknek bérlési lehetőség nyílik arra, hogy használják, hasznosítsák ezt a területet. Természetesen a vállalkozásoknak olyan kedvező áron, hogy mindenképpen ez segítse őket a vállalkozások megvalósítása során. Egyéb célokra pedig valamivel drágább áron biztosítjuk a bérlési lehetőséget. A héten következő képviselő testületi ülésen dönt a testület arról, hogy a Viszmajor pályázatra beadott pályázat önrészét felvállalja, ugyanis a december során kialakult katasztrófa helyzetben a jégkár során sok millió forinttal károsodott az önkormányzat, melynek a fedezetére Viszmajor pályázatot nyújtottunk be, és remélhetőleg el is nyerjük. Még egy örömhírünk van. Nagykovácsi támogatást nyert közvilágításának a korszerűsítésére. Csak nem 123 millió forintot nyertünk el, ami 100%-os támogatottságú fejlesztést jelent. Ez azt fogja jelenteni, hogy a településen a közvilágítás izzói, ledes izzókra kerülnek kicserélésre, aminek a következménye akár 40-50%-os megtakarítás is lehet, ami megtakarítás pedig szeretnénk a további közvilágítás fejlesztésére fordítani majd. Pilis Csabán megkezdődött az idei év költségvetésének az előkészítése, közölte Farkas András polgármester, aki az önkormányzati intézmények működő képességének megtartását és a szolgáltatások színvonalának növelését nevezte fő célkitűzésnek a költségvetés kapcsán. Pilis Csabán a napokban kezdődött meg a 2015-ös költségvetés előkészítése. Farkas András polgármester a legfontosabb célok között a felelősségteljes gazdálkodást emelte ki. Megtartsuk az önkormányzatnak a működőképességét és az önkormányzati intézményeknek a működőképességét. Ne kelljen se onnan elvonni a korábbiakhoz képest, tehát egy megfelelő ritmusban, megfelelő megszokott rendben tudjanak működni az intézményeink. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati intézményekben szervezetfejlesztés is várható, melynek a legfőbb célja a szolgáltatások színvonalának növelése. A polgármester hivatalban nagyon alacsony a létszám. 15 fő per pillanat, és a törvényi előírás az 23 fő lenne. Úgyhogy veszek több lépcsőben, de egy szervezetfejlesztés fog történni a polgármesteri hivatalban is, annak érdekében, hogy zökkenőmentesen működjenek a város ügyei. Pilis Csabán több beruházás befejeződik, illetve elkezdődik 2015-ben. A város készülő költségvetésében nagy figyelmet fordítanak a fejlesztésekre is. Van néhány prioritás. Az elsők között emelném ki azt, hogy a vízelvezetés helyzetének a megoldását azt elkezdjük megoldani, illetőleg az útfejlesztéseket előkészítsük összhangban a vízelvezetéssel és a csatornázással. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az idei évben kerül várhatóan átadásra az új szennyvíztelep, mivel kapcsolatban vannak még költségeink, tehát ezt is számításba kell venni az idei évre. Azt követően viszont folyamatosan kell folytatnunk a csatornázottságnak a kiépítését, és erre már ebben az évben is gondolnunk kell. Török Bálinthoz hasonlóan Pilis Csabán is csökken az építményadó mértéke január 1-től, mely 20%-kal lesz kevesebb, mint 2014-ben volt. Elsősorban a vállalkozásokat segíteni, hiszen ők azok, akik viszonylag nagy területen dolgoznak, és sok embert foglalkoztatnak, és hogyha nekik ez egy kis fellélegzést jelent, akkor több munkaerőt tudnak foglalkoztatni, nagyobb iparűzési adóra tudunk szert tenni, több munkahelyet tudunk teremteni Pilis Csabán. Tehát tulajdonképpen ez a lépés azért visszahozná középtávon már azt a kiesést, amit eredményez. A perbáli lakosok jól járnak a megyei matricarendszer bevezetésével. Véli Varga László a település polgármestere, aki egyéb elsősorban helyieket érintő közlekedési lehetőségekről is beszélt, például arról, milyen útszakaszokon érhető el leggyorsabban perbálról a főváros.
Elmúlt hetek legnagyobb eseménye az, hogy január 1-től bevezették a megyei matricarendszert, melynek a lényege az, hogy azokon a szakaszokon is kell fizetni autópályadíjat, ahol eddig nem kellett, viszont lehetett olyan hangokat is hallani, hogy azok a települések járnak jól, akiknek kerülni kellett amiatt, hogy ki szeretnék kerülni a fizetős autópályákat, de nekik évente csak 5000 forintot kell fizetni. Perbál melyik kategóriába esik? Jól járt azzal, hogy bevezették a megyei matricarendszert? Perbál lakosok jól járnak. Itt a környékünkön van egy pár ilyen település, szerintem tök Zsámbék is ilyen, akik, ahol a lakosság döntő része eddig a zsámbéki lehajtó kikerülve egyéb települési alsóbrendű utakon, így Pátyon, főleg Pátyon keresztül közelítették meg a várost, vagy Budaörs, vagy Törökbálint, Biatalbágy térségét. Így most 5000 forint tért kapnak egy egyéves lehetőséget, hogy akár a zsámbéki lehajtót használva sokkal gyorsabban jussanak el a városba. Milyen közlekedési alternatívák vannak azon perbáliak számára, akik a fővárosba szeretnének eljutni? A északi része, akkor mennek, akkor mehetünk a 10-es úton, tehát Piliscsaba, Pilisvörösvár felé. Egyébként, ha délre akarunk menni a Budapest déli része, akkor mehetünk az előbb említett kerülőúton, tehát alsóbrendű utakon Telki, Páty érintésével, de most az új rendszer szerintem kedvezőbb lesz ebben a déli vonatkozásban, mert akkor a Zsámbékon keresztül a 26-os kilométernél levő felhajtónál fölhajthatunk a autópályára, és így még gyorsabban elérhetjük a Budapest déli részét, illetve a klasszikus, hogy Budakeszin keresztül, a Budakeszi úton a Szél-Kálmán tér irányában a centrum felé is tudunk menni, és aki ismeri a közlekedési viszonyokat, illetve az útviszonyokat, az tud mérlegelni, hogy éppen melyik irányba indul el. Budaörs nem kap útdíjmentességet. A kormány tegnapi döntése értelmében a Budaörsöt érintő felvezető és tehermentesítő autópálya szakaszok nem kapnak mentességet az útdíjfizetés alól. Erre is reagált Wittinghoff Tamás polgármester, aki méltatlannak nevezte, hogy az illetékesek kizárólag a kormánypárti polgármesterek kéréseit vették figyelembe az útdíjak megállapításánál. Az, hogy ez az egész dolog hogy lett bevezetve egyik napról a másikra, hogy szakmailag mennyire előkészítetlen, hogy semmiféle hatástanulmány nem előzte meg, arról már nem is érdemes beszélni, rendkívül csalódott vagyok. Én azt gondolom, hogy ez még az eddig tapasztalt, hát felelőtlen döntéseknél is, vagy felelőtlen döntéseken is túlmutató olyan intézkedés, ami nagyon súlyos károkat fog okozni. Éppen ezért mi már, ha végigmennek a városon, látható, hogy sok ponton mérjük a forgalmat, egy szakcéget megbíztunk ezzel, minden időszakban, minden napszakban és a hét minden napján különböző időszakban fognak mérni, és természetesen gondolkodunk azon, hogy mit kell annak érdekében tennünk, hogy ezeket a károkat enyhítsük, és hogy ezzel a döntéssel szemben valamilyen módon megoldást találjunk. Kína piacvezető távközlési informatikai szoftverfejlesztője, az Ázsia Info Törökbálinton nyitott új európai támogatóközpontot, induló magyarországi projektjei és erősödő európai jelenléte támogatására. Az informatikai vállalat 180 magyar egyetemekről toborzott IT-fejlesztőt és mérnököt foglalkoztat majd a Telenor házban. Mit jelent Törökbálint számára az a információ, az a hír, miszerint a mostani átadás kapcsán is elhangzott, hogy Törökbálint akár egy informatikai központ is lehet Budapest közelségében? Először is végtelenül örülünk annak, hogy az Ázsia Info egyébként egy kínai piacvezető szoftverfejlesztő cég Törökbálinton indítja el munkáját Magyarországon. Egy szűkebb beszélgetésen én feltettem Krisztófer Laska úrnak a kérdést, hogy a jövőben esetleg kialakulhat egy ilyen szilikonvölgy szerűi Törökbálinton, hiszen itt fejlesztésre váró területek vannak. Igazgató úr azt mondta, hogy számos olyan beruházat próbálnak meg ide maguk mellé csábítani, ami a fejlesztésüket elősegíti. Ez egy kiugrási pont is lehet az Ázsia Infónak a jelenlét? Természetesen úgy gondolom, hogy igen, hiszen ők nyilvánvalóan most egy kis létszámmal elkezdenek dolgozni itt a házon belül. Az Ázsia Info egyébként egy világcég. Nem nagyon ismerik Európában, de mint mondtam, egyébként Kínában egy vezető szoftverfejlesztő cég, és úgy gondoljuk, hogy a jövőben ők akár
épületbővítéssel, itt a Telenor mellett Török Bálinton egy fejlesztés is végrehajtottak. Miniszter úr az átadó ünnepségen mondta, hogy ebben a szektorban várhatók a jövőben beruházások, ilyen jellegű pályázatok, uniós szinten. Török Bálint ezt ki tudja használni, hogy több ilyen jellegű céget vonzon ide a településre? Mi ebben megpróbáljuk egyébként a Telenor segítségét is kérni, hiszen ők, nekik sokkal nagyobb rálátásuk van a világpiacra. A vezérigazgató úr azt mondta nekem egy beszélgetésen az előbb, amit említettem, hogy akár amerikai vagy más cégek is érdeklődnének abba az irányba, hogy itt Török Bálinton befektessenek. Hogyan tudja a Török Bálint vonzóvá tenni magát, amellett, hogy itt vannak ezek az infokommunikációs cégek, még többen települjenek ide? Hát a Török Bálint egyébként is vonzó. Azt tudom mondani, hogy az infrastruktúrája az, ami rendkívül vonzóvá teheti a várost. Itt beszélhetünk autópályákról, amelyek nyilván a hátrányait is, mint tudjuk, szenvedjük, de azért ennek megvannak az előnye is. Tehát infrastruktúrálisan mind a repülőtér megközelíthetősége, mind Budapest közelsége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ide szívesen jöjjenek beruházók. A napokban adták át a budaörsi kincskereső óvoda új és felújított épületét. Az ünnepélyes átadáson Vitinkov Tamás polgármester és Szilágyi Anikó óvodavezető beszélt, az új intézményrész jelentette előnyökről. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatási intézmények azok egyfelől megfelelő keretben, létszámban, létszám elhelyezési lehetőségben álljanak rendelkezésre. A 4 csoportszobás, kétszintes óvoda, nettó hasznos alapterülete 941 négyzetméter. A tetőn napkollektorok vannak, kertben öntözőrendszer és a régi bejárathoz kapcsolódóan 8 parkolóhely. Ehhez nem társult uniós forrás, vagyis a város a saját költségvetéséből valósította meg, és a beruházási összeg 337 millió forint volt. Mint ahogy egyébként a régi épület felújításánál is, ami 66 millió forintot emésztett föl, a város költségvetésből származott a forrás, ott a nettó hasznos alapterület 183 négyzetméter, és szinte minden megújult, a nyilázároktól a hőszigetelésen át az épület gépészetig. Két utcás a telek, a Kossuth Lajos utcai utcafronton az 51 szám alatt van a 4 csoportos új épületünk, és a Szabadságút 64 szám alatt pedig a 2 csoportos felújított épületünk. Hány gyerek járhat ide naponta? 130 a férőhelyünk, úgyhogy nagyon sok. Minden a 21. század igényeinek megfelel, akár az épület maga és az udvar kialakítása is. Nagyon biztonságos és nagyon szeretik a gyerekek. Önök a Budakörnyéki Televízió híradóját látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.budakörnyekitv.hu weboldalon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!